Sziasztok, ez itt a H-Szektor, a HAON-nak a sportpodcastja. Ezúttal Molnár Szilárd kollégámmal beszéljük ki a múlt heti eseményeket. Sziasztok! Hát szerintem kezdjük is azzal, ami talán a legjobban lázba tartotta a várost és az egész megyét, lehet ezt mondani. A Loki harcban van a bronzéremért az NB1-ben, az OTP Bankligában, és a Budapest Honvéd érkezett szombaton délután Debrecenbe. Hát nyerni kellett volna, az az igazság, ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a dobogóhoz, de 0-0 lett a meccsnek a vége. Szilárd, te ott voltál a stadionban. Ez a jó kifejezés, ott voltam a stadionban. Nem volt egy jó mérkőzés, szerintem ez még NB1-es szinten sem. Uh-huh. Azt gondolom, hogy inkább a Kispest Honvédnak az elképzelése szerint alkult a mérkőzés, az ő szájőzők szerint. Ők az egy pontért jöttek, ez bevallotta kb. Az edző is a mérkőzés után. Ők, ha figyelted, akkor kihagytak hárman játékost a kezdőbe, akinek négy sárga lapja volt, gondolván a heti mezőkövesdő mérkőzésre. Látszólag ők nem akartak semmit túlélni ezt a mérkőzést, az egy pont tökéletes volt, nekik úgy voltak szerintem vele, hogy ha nem kapnak gólt, az már jó, és hogyha véletlenül egyszer sikerül elérni a kapunk elé, akkor az már csak bónusz. Az egy más kérdés, hogy nem biztos, hogy a kis peszulkók ezzel anya ki voltak elégülve. Úgy láttam a meccs végén, hogy ünnepeltek a csapattal együtt, úgyhogy szerintem értékes egy pontnak számít ez, csak tehát azért ez egy elég kockázatos játék, hogy egy meccsre tesznek föl mindent. Tehát egyrészt a bajnokságot tekintve is szerintem ez elég kockázatos. Nem beszélve arról, hogy a mezőkövesd az most gyalult a földbe a Paksot 6-1-re, tehát azért ők elég nagy lendülettel érkeznek majd. Meg a meccset tekintve is az, hogy már az első fél időben 10 emberre védekezel a 30-35 méterre a kaputtól, és azt megkockáztatni, hogy ezt így végig ki fogjuk húzni, és hát bejött. Mourinho lájkolja az. Igen. Bejött, de hát azért tehát több olyan helyzete volt a Lokinak, akár bárányfejese, ugye az utolsó pillanatokban a Széchenynek a csúsztatása, meg hát ugye folyamatosan tömködték befele a labdát, a 16-osan belülre a Loki játékosai, szóval elmehetett volna ez szerintem több ponton is, de most bejött, bár én még továbbra se értem, hogy egy ennyire a kiesés ellen menekülő csapat az miért elégszik meg már eleve az egy ponttal. Igen, ez jó kérdés, de inkább beszéljünk a Lokiról, ugye minket ez jobban érdekel. Én azt láttam úgy, hogy óriási mezőnyfényben voltunk végig. Igen, már az elejétől kezdve. És amúgy működött a játék, amit elképzelt az edző, meg amit átláv a Loki alapjátéka, csak elől hiányzott most szerintem egy kicsit a minőség, a kreativitás. Tehát benyomtuk őket, nyilván visszaálltak, ment a passzolgatás, rengeteg labdát szereztünk az ellenfél térfején is, de vagy a jó beadások hiányoztak, vagy egyszerűen egy-egy utolsó passzba csúszott hiba. Ugye Loncsár volt például a Zsuzsák Balázs posztján, egyébként ami engem meglepett, nem tudom, te mit szóltál a Zaj Széchi, már lehet, hogy sérült volt, hogy kapott 10 percet, holott pedig Zalaegerszegen. Szerintem amikor eltiltott volt olyan csak Balázs, akkor én azt gondolom, hogy szépen játszott, jól játszott azon a poszton, de nyilván ezt Blagojevics mester sokkal jobban tudja nálunk, hogy ki milyen állapotban van. Hát pont ezt akartam kérdezni, hogy ki lehet ezt hegyezni egy emberre, hogy amit mondtál, a jó beadások, a jó utolsó megoldások, esetleg olyan váratlan helyzetfelismerések, hogy ezek hiányoztak, ami gyakorlatilag Zsuzsák Balázst írjuk ezzel körbe, hogy ki lehet mondani, hogy ő azért látszólag nagyon hiányzott a csapatból? Én szerintem most nagyon hiányzott a csapatból. Nem akarom megbántani Balázs, volt olyan meccs, amikor talán kevésbé hiányzott volna, de most nagyon hiányzott, én úgy vettem észre. És a játék, amúgy nem mondom azt, hogy idegessé vált a csapat, mert nem vált idegessé. Tehát játszotta azt a játékot, amit gyakoroltak. Igen, az utolsó passzokban volt hiba. Megmondom őszintén, amúgy nem voltam elégedetlen, mert nálunk volt a labda, frame-be voltunk. Azért volt menni sokkal rosszabb meccs az elmúlt években a DVSC-nek, ami 0-0 lett, és
talán kevésbé volt évesz, mert a labda se volt nála. Igen. Ráadásul. Hát az zalaegerszegi meccshez képest szerintem annyi volt a különbség, hogy ott azért a Zete az akart nyerni, meg akart volna támadni, így jóval nagyobb terület nyílt. És a gyors kontrákat úgy szebben végig lehetett vezetni. Itt egyszerűen nem nagyon volt lehetőség kontrázni, itt egy betömörülő, felálló védelmet, egy ilyen, ahogy néztem, ilyen 5-4-1-be állt föl a Honvéd, tehát tényleg az egyik legvédekező felállás, ami létezik, és úgy várta, hogy na gyertek, és akkor próbálkozzatok. És ez egyszerűen így nem ment, és nyilván egy-egy átlövés, vagy egy olyan váratlan passz, az feltörhette volna ezt. Ezért nem tudom. Nem is volt ugye Szécsi egészséges, de gondolom, hogy azért tolta előrébb Loncsárt tippem szerint a Blagojevics mester, mert azért azt láttuk már az elmúlt meccseken, hogy neki jobban, ballal rendkívül jó ilyen ütempasszai, kiúratásai vannak, és szerintem abba bízott, hogy vagy akár egy ilyen 20 pár méterről megeresztett lövés, tehát hogy ezek benne vannak Loncsár játékában, hogy egyszer megtalál egy lyukat, ahol ki tudja ugrasztani a valamelyik szélsőt, vagy a támadást, és akkor a bugóhelyzetet lehet kialakítani. Nem, talán ez volt az utóbbi időszakban a leggyengébb meccse neki is, de nem őt hibáztatva, csak azért tehát nem érezte magát olyan jó szerintem ebben a szerepkörben. Egy picit olyan érzésem volt a korábbi Lokinál, vagy korábbi Lokiknál volt ilyen érzésem, hogy jövünk, támadunk, nem adjuk fel, nálunk van a labda, de egy idő után valahogy így elveszíti a türelmét valamelyik játékos, megpróbálja beívelni, és akkor kifejelik. Utána megint középpályások meg a védő között jár a labda így körbe-körbe. Egyszer valaki megunja, mert hogy már 2 perc nem csináltunk semmit, akkor megpróbáljuk beívelni középre, kifejelik. És nagyjából így ezt játszottuk. És nem hozott sajnos sikert. Én úgy éreztem amúgy, hogy amikor Mance meg Bárány beálltak, akkor fokozatot kapcsolt csapat, nagyobb lendület érkezett. Én is úgy gondolom, Babonszki nagyon jó irény fut szerintem, és talán meglepő, talán jobbat, mint amit vártunk tőle, de neki nem annyira fekszik ez a játék amúgy, hogy birkózni kell benne a védőkkel. Szerintem ebben Mance és Bárány is jobb, meg úgy vettem észre, hogy amúgy Bárány és Mance nagyon jól megértik egymást. Igen. Amikor azok a pár perc, amikor együtt töltik a pályán, akkor látszik, hogy mint működik köztük a kémia, ha fogalmazhatok így. Érzik egymást, hova kell lépni. Most is volt egyébként nem egy-két olyan összjáték, amiből nagyon szépen lekészítették, vagy egymásnak, vagy másnak. És meg látszik is, hogy jó kapcsolatban a két játékos összepacsiztak, megölték egymást. Ilyen betömő ellenfél ellen szerintem is egyébként a Mance-Bárány duó lehet, hogy több veszélyt jelenthet. Igen. Hát én úgy is láttam, tehát szerintem abban az utolsó fél órában többet veszélyeztettünk, mint az első 60 percben. Hát egyszerűen nem úgy jött ki. A Szapanosnak is szerencséje volt, mert azért Báránynak a fejese is középre ment, ugye, amit már említettünk. A Szecskának a csúsztatása is, az ott annyira közelről jött, hogy nem tudom, egy 10 centivel arrébb megy, akkor az már gól, mert az tényleg pont oda a tenyerébe érkezett. Hát ez van, fájdalmas, főleg tényleg úgy, hogy a Paks meg kikapott, tehát most elléphettünk volna, nagyon nehezen akarja magát adni ez a bronzérem, nem beszélve arról, hogy ez a következő két forduló, ez nagyon kacifántos lesz. Ugye a hétvégén pont ugye 48 ponttal áll a Paks, mögötte 48 ponttal áll a Loki. Az a szabály, hogy pontazonosság esetén a több győzelem a következő az, ami rangsorol, és a Paksnak egyet több győzelme van, mint a Lokinak, magyarán előttünk vannak. A Puskás Akadémia meg egy ponttal le van maradva. De most pont Paks Puskás Akadémia meccs jön. Tökéletes lenne az X egyébként. Igen, kiátszik otthon.
Mindjárt megnézem. Paks vagy a Puskás? Nem. De igazából oly mindegy, de nekünk a legfontosabb de az, hogy egy Paks Puskás otthon, lesz. Méghozzá. Hát igen, tehát X, viszont mi meg ugye megyünk Ferencvárosra, ahol alapvetően akármennyire is imádom a csapatot, meg nagyon sokat fejlődött, de azért tehát nulla ponttal kell szerintem számolni. Nyilván bármilyen bravúr bejöhet, meg nyilván a játékosoknak nem szabad így hozzáállni, ahogy én most, de alapvetően a papírforma az azt mondatja, hogy nulla pont, tehát egyszerűen nem tudunk kijönni ebből a Paks-Puskás meccsből jól, mert valamelyikük az lépés előnybe kerülhet, talán tényleg az a legjobb, hogyha leikszelnek. Viszont akkor az utolsó fordulóra már nagyon nem a saját kezünkben van a sorsunk, akkor jön az Újpest, őket bízhatunk benne, hogy meg tudjuk verni hazai pályán az utolsó fordulóba, de akkor is folyamatosan nézni kell a Paksnak meg a Puskásnak a meccsét. És hát ugye, hogy van ott már, azt hiszem a Puskás a Honvéd ellen játszik, a Paks az pedig Zalaegerszegen, mind a kettő verhető ellenfélnek tűnik. Tehát én itt ebbe a bronz csatában azt mondom, hogy pontot kéne szerezni a grupamába ahhoz, hogy tényleg legyen valós esélyünk. De hát ez sose lehet tudni. Nyilván bármikor, bármelyik csapat meg tudja verni bármelyiket, de nagyon sok változós ez a dolog. Mennyire veszik komolyan a Fradi? Én azért nem gondolnám, hogy egy bajnoki szezonban az utolsó hazai meccsüket ők már így eltinglitangliznák. Szóval azért a Fradi tábor nem olyan, amelyik ilyeneket szívesen néz a játékosaitól. Hát nem tudom. Szerintem egyébként matematikai jobb helyzetbe kerültünk ugye ezzel, hogy kikapott a Paks. Az, hogy a Puskás rajtunk, aha, az is győzött, az nem szerencsés. Igen, kell egy bravó, nincs mese, lehet, hogy hiányozni fog nagyon az a két pont, ami most a hétvégén ott maradt. De én azt gondolom, hogy ha megverjük a Ferencváros, vagy tehát mondjuk szerezünk két gyönet, győzelmet, akkor megvan a bonzém, és akkor senki nem mondhatja azt, hogy ez vagy érdemtelen. Ugye az ezüstérmével ne beszéljük, mert szerintem az a Kecskemét már behúzza. Igen, igen. Sőt, meg is érdemli egyébként. Abszolút. De azt mondom, hogy igen, most kell megmutatni a csapatnak, hogy ott van benne a megfelelő kvalitás. Uh-huh. És akkor, ha kell, akkor győzzünk. A Ferencváros pályán egyébként nekem, mint Loki Drukkernek, a dupla öröm lenne, szerintem, mint minden Loki szurkolónak. Értelmű, hát én is nyilván azt kívánom, hogy ezen a két meccsen szerezünk 6 pontot, azért úgy lezárni egy szezont, hogy egymás után megverjük a Fradit, aztán az Újpestet, és ennek eredményeképpen egy bronzérem van a nyakunkba, az azért nagyon ilyen álomszerűen hangzik. De hát nagyon, nagyon nehéznek tűnik. Ha megengeded így az NB1 kapcsán, csak egy nagyon pici kitérőt tegyünk már. Mit szólsz most ehhez a fehérvári szerepléshez? Ugye most pont az ellenünk a bronzért futó Puskás Akadémiától sikerült kikapniuk 2-1-re a hétvégén, ami azt jelenti, hogy a lejátszott 30 fordulóból kapott, ugye 15 meccset játszott a Fehérvár idegenben, és ezen a 15 meccsen összesen 6 pontot szereztek, tehát nyilvánvalóan ez az egyik kulcsa annak, hogy miért van ennyire mélyen a csapat. Ez azt jelenti, hogy 15 meccsből egyet nyertek meg, és volt 3 döntetlen, és a többi, azt mondja, aztán akkor 11 vereség. Egy olyan keret, amelyik tavaly is, tavaly előtt is, tehát hogy úgy indultunk neki az idénynek, hogy megint mondjuk a tabelláért megy a Fehérvár, ugye magyar válogatott játékosok, minőségi idegenlégiósok, vagy hát minőséginek gondolt, és akkor a bérkeret, ami azt hiszem, hogy az egész magyar mezőnyben talán csak a Ferencvárosnál van több pénz, hogy fog mégis, kiesik-e szerinted, vagy bent marad, de mi lehet ennek az oka? Szerintem az a keret egyszerűen túl van értékelve. Uh-huh. Igen, óriási pénzből, de látszik, hogy
Én szerintem Karancsi István pár éve ezelőtt megtört, amikor nem sikerült begyűjteni a aranyérmet a Ferencvárossal szemben, egy kicsit ott megbicsaklott, és láthatólag hátrébb lépett, átadta az irányítását a mindenkori sportigazgatónak, illetve a vezetésnek, és hibás döntések sorozata született. Én szerintem a tipikus esete az, amikor a tulajdonos nem figyel, nem fordít kellő figyelmet a csapatra, és hagyta, hogy ezek a hibás döntések szépen lassan egymásra épüljenek, és ezt vezetett ide. De maga a játékosám is egyébként öregszik, én úgy veszem észre. Nem, meg nem, ezek a játékosok nem nagyon tudnak egymásért küzdeni. Nekem nem szívem csücske a videóton finoman szólva, posva Móhafehérvár, de alig találkozom a játékosok egyébként szerintem tudnak kapcsolódni mind a klubhoz, mind a szurkolókhoz. Ugye Stopira 35 évesen van ott, valami 8 éve, ugye Négó van ott, bár állítok, Négóval azért komoly problémák vannak ott a klubon belül, de a legtöbb játékosuk egy vagy két éve van a klubnál, folyamatosan cserélődik, nincs egy állandó magjuk már, akire azt lehetne mondani, hogy ők azért meghatározók lehetnének az öltözőben és a pályán. És ez az egész az elmúlt éveknek most csúcsosodik ki, ez a hibák sorozata. Én megmondom neked őszintén, lehet, hogy ráférne arra a klubra egy megtisztulás, és azt lehet, hogy a másodosztályba kell majd megcsinálni. Én szerintem nem fognak bemaradni. Az a csapat nem néz ki úgy a pályán, hogy annyira tudnának egymásért küzdeni. Az pedig, amikor az edző kiért nyilatkozik, hogy szerinte 99%-ban jobbak az ellenfélnél, csak nem mennek be a helyzetek, hát ezt nem is értem, nem tudom hova tenni. Tehát... Hát ez már ilyen számomra kicsit ilyen karmikus. Tehát amikor ilyenekről van szó itt évekkel ezelőtt, hogy a Videóton már kinőtte az NB1-et, ilyen kijelentéseket teszünk, meg ez, hogy amúgy a csapat az jobb, csak nem mennek be a helyzetek, ez valamilyen szinten így visszaadja az élet ezeket, és ha azt nézzük meg, hogy milyen összetételű a csapat, akkor el sem tudom képzelni amúgy, hogy milyen borzasztó nehéz helyzetben lesznek akkor, amikor kiesnek, mert ugyan olyan szabály nincs, hogy meg van tiltva a másodosztályba az, hogy külföldi játékos játszon, viszont abban a pillanatban, ahogy pályára lép egy külföldi játékos egy NB2-es csapatban, hatalmas támogatástól esik el, ami anyagi szempontból azért nem mindegy, és ahhoz, hogy a Fehérvár ezekre majd szert tudjon tenni, ezekre a pénzekre, igenis kőkeményen át kell alakítani. De ha megnézzük, tehát ugye nagyon sok légiós van, viszont azok a játékosok, akik magyarok, vagy mondjuk magyar származásúak, és ott játszhatnának, azok meg szerintem nem fognak maradni. Tehát az ezt nem tudom elképzelni, hogy egy Dárdai Palkó, vagy egy Loik Négó az NB2-ben futballozzon, mert szerintem ők azért még a válogatottól még akarnak. Fiola Attila már idősebb, ő a csapatkapitány, még éppen őt el tudom képzelni, hogy ő kitart a csapat mellett, és akkor megy velük a másodosztályba, de gyakorlatilag egy új keretet kell összerakni, amivel egyáltalán nem lesz egyszerű, ezt azért megtapasztaltuk mi is, hogy az NB2-ből milyen kinkeserves visszakerülni az NB1-be, majd, ha ez megtörténik, utána megint jöhet előről a csapatépítés, mert nyilván azért a Vidit ismerve nem csak is kizárólag magyar futballistákkal képzelik el a jövőt, úgyhogy én még azt is megmerem kockáztatni, hogyha most a Videóton Fehérvár kiesik, akkor nem fognak egyből visszajutni. Mert olyan szinten kell átalakítani a keretet, és az NB2-es szezon az aránylag hamar el is szokott kezdődni, már ilyen nyár közepe fele, hogy gyakorlatilag alig lesz néhány hét összeszedni a csapatot, és újra elindulni egy más bajnokságba. Na minden esetre még nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz. Megmondom őszintén, hogy én ebből a szempontból rossz indulatú vagyok, és én szeretném, hogy kiessen a Fehérvár, mert megérdemlik. Meg abszolút megérdemlik. Tehát egy olyan vezetés, egy olyan klub tulajdonos, aki végignézi, hogy épül le a klub évről évre, és gyengébbek az eredmények, úgy, hogy növelik elvileg a költségvetést,
Tehát akkor valami nem jól működik. Így van. Tehát meg annyi edzőt nem lehet elfogyasztani, meg annyi sportigazgatót, mint ami ott lett. Hát ez már legyen az ő gondjuk. Persze. Megmondom őszintén, én sem sajnálnám, hogyha kiesnének. Kérjünk át a következő témára, amit gondolsz. Igen. Azért még mindig Loki, de legyen a kézilabda. Így van. Mert valami egészen döbbenetes eredményt produkált a kézi csapat a hétvégén. Ugye Kisvárdán léptek a lányok pályára, és 35-9-re nyert. 35-9, igen. Hogy én őszinte legyek, ugye lépés előnyben van a csapat, a csajok is a bronzéremért mennek ugyanúgy, mint a srácok, a futballisták, és ugye most egy a második állomása volt ez egy 4 meccses idegenbeli sorozatnak. Ugye úgy zárta a csapat, mivel úgy kezdte a bajnokságot, hogy 4 meccset is itthon játszott folyamatosan, és ezzel cserébe úgy zárja, hogy 4 meccset idegenben játszik. Ez azért még úgy is, hogy papíron gyengébb együttesek ellen, de ez nem hangzik egy könnyű feladatnak. És például ez a kisvárdai túra sem tűnt így első ránézésre egyáltalán egyszerűnek. De hát Szilágyi Zoltán is elmondta a meccs után, hogy talán a legjobb produkciót nyújtották a lányok azóta, mióta ő itt van. Az első fél időben 6-ot dobott a Várda, ha jól emlékszem, a másodikban meg 3-at, tehát 3 darab gólt tudott dobni 30 perc alatt a Kisvárda. Az egészen döbbenetes. Hát én nem is emlékszem ilyenre egyébként. Nagyon, nagyon ilyen eredmény. Az igen, volt olyan, hogy 10-6 maradt egy csapatán, de nem ilyen brutális különbséggel. Hát persze. Meg hát egyrészt ugye hazai pályán. Úgyhogy hogy előtte való héten például a Ferencváros ugyan 10 góllal, de azt hiszem, hogy a 33-23 vagy 33-22-re verte őket, tehát az egy teljesen reális, idézőjelben normális eredmény, de ez itt nem tudom, hogy tényleg, hogy a Kisvárda játszott ennyire lélektelenül, vagy tényleg a Loki volt ennyire elképesztően lehengerlő, de nagyon meglepő volt ez az eredmény számomra. Minden esetre jár a gratuláció a csajoknak, mert ez igazi erődemonstráció volt. Ugye szerintem az is vitte a lányokat, hogy az mi kezünkben van a sorsunk. A foci csapatéval ellentétben, a bronzérem szempontjából a lányok kezében van a sorsuk. Ha mindegyik mérkőzést megnyerik, már pedig egyébként ezek nyerhető mérkőzések, akkor teljesen biztos a bronzérem. Igen. Úgyhogy de óriási gratuláció, nagy boldogság. Egyébként ami beányékolja egy sérülés, Juhász Kata, aki nyáron érkezne hozzánk beálló posztra, úgy néz ki, hogy súlyos sérülés szenvedett a hétvégi bajnokin, úgyhogy ott majd főhet a feje egy kicsit a klubvezetésnek, hogy mi történjen. Uh-huh. Azon poszt, hiszen a fűzitóvízi Petre egyelőre nem maradható. Persze. Vannak tehetséges beállóink, csak kérdés az, hogy tudják a fiatalok majd tehermentesíteni annyira Petrát, amennyire kell. Igen, és hát hogyha tovább megyünk egy következő meccsre, és súlyos sérülésről beszéltünk, ugye nem mehetünk el amellett, hogy egyrészt gratuláljunk a Deasz kosarasainak, ugyanis a 5. és 8. helyért vívott küzdelemben sikeresen túlléptek a Sopronon, ami azt jelenti, hogy az 5. helyért küzdhetnek, viszont pénteken a meccsen Garamvölgyi Ákos nagyon súlyos sérülést szenvedett, szegény, nagyon sokáig állt a játék, ápolták, a bokája fordult alá, nem tudom pontosan, szerintem nem is feltétlenül szükséges részletezni, de mielőbbi felépülést kívánunk neki. Azt tudjuk, hogy ebben az idényben már biztos, hogy nem fog játszani. Hát reméljük, hogy a nyáron felgyógyul, és akkor a következő szezonban már viszont láthatjuk őt a parketten. Egyébként így is eléggé tartalékos volt már a csapat, hiszen 2 idegenlégió is hiányzik
emlékeim szerint plusz az egyik meghatározó játékosunk, Mócsán Bálint sincs, sem állt rendelkezésre, és ugye ez most így sajnos tovább bővült ez a bizony. Ez a névsor, bár tudomásom szerint egyébként ugye a Szolnok ezt az ellenfél két győzelemig tart a párharc. Ma játsszák az első mérkőzést egyébként 6 órától, érdemes lesz, aki tudja követni. Amúgy a Szolnokiaknál is vannak problémák, ott is vannak hiányzók, sőt ott edzőváltás is történt, amikor a negyedöntőben kiestek, tudomásom szerint, akkor elbocsátották az addigi szakvezetőt, tehát ott is egy új edző van. Nem olyan érdemes amúgy beszélni szerintem pont ezek miatt tehát ilyen erőviszonyokról, mert az fogja eldönteni, hogy ki melyik, milyen csapat, milyen összeálltásba tud pályára lépni. Igen, meg hogy az aktuális forma, vagy az aktuális nap az mit ad. De egyébként Mandics mestert szerintem munkáját azt emeljük ki, mert persze, hogy láthatólag sokat lépett vele nagyon, a csapat. Nagyon. Tehát eleve szerintem az is csoda, hogy a rájátszásba be tudott jutni, de az, mert ott egy egészen megerőltető tempóban jöttek a meccsek ott az alapszakasznak a vége fele, és sorra kellett nyerni a mérkőzéseket, és sorra nyerték is a meccseket, úgyhogy az egy hatalmas dicséretet érdemel szerintem ő is, meg a csapat is, főleg, hogy ilyen nagyon ilyen leülőben volt az egész, meg szóval nem, tényleg nem nagyon ment a szlovén mesterrel, korábban nem nagyon találták a hangot a srácok, és Mandics az majdnem azt lehet mondani, hogy csodát tett. És még nem futtunk ki a labdajátékokból. Bizony, bizony. Ha már volt egy Deac, akkor beszéljünk egy másik Deacról is. A Deac férfi futszal csapata egy megyei rangadót játszott, méghozzá az MVFC Berettyóújfaluval. A Mezeiville, ugye ez már biztos volt az előző fordulót követően, hogy bejutott a bajnoki döntőbe, a Haladás ellen fogják majd játszani a három meccsig tartó finálét. Igazából nem nagy újdonság, tavaly is Haladás Mezeiville döntő volt. Tavaly előtt is Hazaiville, vagy Mezeiville Haladás döntő volt, szakadt majd nyelvem, és idén is az lesz. Úgyhogy Isten igazából a Deacnak lett volna fontos ez a meccs, viszont 6-3-ra nyert az újfalui csapat, úgyhogy hogy nézzünk az utolsó forduló előtt? Van a rájátszásban 9. helyezett, bocsánat, 9 pontos a Deac, és 6. helyezett, 5. az Aramis, akikkel játsszák az utolsó bajnokit, előttük pedig a Veszprém van 10 ponttal, a negyedik helyen. Ugye az első meg a második az döntőt játszik, a harmadik meg a negyedik az pedig bronzcsatát vívhat. És most ugyan a Berettyóújfalu egy lépéssel távolabb tette a Deacot attól, hogy bronzmeccset játszon, de az utolsó fordulóban az a furcsa helyzet áll fent, hogy mégiscsak ők segíthetnek Elek Gergőjéken, mert az Újfalu a Veszprémmel játszik, és hogyha megverik őket, a Deac pedig meg tudja verni az Aramiszt, akkor a negyedik helyre még be tud érni a debreceni csapat, és ismét a bronzért játszhat. Ugye tavaly is a bronzért játszhatott, és akkor meg is volt. Igen, ez egy pikáns helyzet. Igen. Mert ez a két csapat, ugye az MVS és a Deac mostában komoly rivalizálás folytat egyébként egymással. Így van. De én nem gondolom azt, tehát ami ismerve az MVFC-t, mert ugye Tencsényi János vezetőedzőt, hogy ők nem ezen fognak gondolkodni, hanem az, hogy egyszer megnyerjék az utolsó mérkőzésüket, és úgy vannak vele, hogy a Deacnak is, hogyha ha megnyeri a saját meccsét, akkor megérdemli. Így van, így van. Hát nyilván ugye abban a szempontból a Mezeivillenek, ahogy már beszéltük, ugye tétje nincs, mert biztosan másodikok lesznek, de azért nem mindegy, hogy egy bajnoki döntő előtt mondjuk két győztes meccsel, vagy egy vereséggel hangolnak, azért ez lélektanilag az nagyon fontos lehet. Így van. És még mindig ad a játék. Bizonyára sokan tudjátok, hogy kezdetét veszi az U17-es labdarúgó Európa-bajnokság, amelyek Magyarországon otthont.
Ja, jól mondtam, Hati Magyarországon. Így van, így van. És az egyik csoport, hogy most van a két csoportnak is a mérkőzéseit Hajdú-Bihar vármegyében rendezik. A C és a D csoportról van szó. A C csoportban a skótok, a franciák, a portugálok és a németek vannak. A D csoportban pedig Svájc, Hollandia, Horvátország, Anglia, szóval igazi nagy ágyúk vannak egyébként itt a fiatal a válogatottak között. Három helyszín van, a Nagyerdei Stadion, a Deasznak a sportkampusz, illetve Balmazújvárosban is rendeznek mérkőzéseket, és már holnap elkezdődik a küzdelem a C csoportban. Mind a kettő mérkőzés Nagyerdei Stadionban lesz, Skócia Franciaországgal, V-féltől, este 8-tól pedig Portugál Németországgal csap össze. Azt hiszem egyébként ez egy nagyon rangos, bár nyilván kicsit fájó, hogy a magyar válogatottat mi nem láthatjuk. Igen. Köztük ugye pedig van debreceni játékos is. Méghozzá Holnyák Csaba egyébként, a Loki védője. Igen, aki az NB3-as csapatban szerepel, ugye Márté Péter keze alatt. Hát sajnos úgy sorsolták ki, hogy a... Azt hiszem, hogy a Hidegkuti stadionban Budapesten, illetve Felcsúton a Pancsó arénában játszik a magyar válogatott. Nem így is örülhetünk, mert hát nem kizárható az, hogy a jövő egyik nagy sztárja most az elkövetkező napokban éppen Debrecenben vagy Balmazújvárosban lép majd pályára. Úgyhogy kíváncsian várjuk majd az eredményeknek az alakulását. És hogyha futball, akkor mi mindig nem fogytunk ki a témákból, ugyanis a hétvégén a Monostorpályi, a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságnak a bajnoka lett, a B-Strong felett aratott fölényes győzelemmel. Óriási buli volt Monostorpályival, az egyik kollégánk ott is volt a helyszínen, rotyogott a pörkölt a bográcsban, nyilván a meccs lefolyását követően hatalmas ünneplés vette kezdetét, úgyhogy innen is gratulálok a Monostorpályinak, Berecki Bence vezetőedzőnek és a csapatnak. És kíváncsian várjuk a sorsolást, ugyanis a monostori csapatra egy osztályozó vár majd, és hogyha sikerrel veszik, akkor bizony újabb NB3-as csapata lesz Hajdú-Bihar megyének, így ezzel akkor már majd 4 a következő szezonban, reméljük, hogy értük is szoríthatunk majd. Egyébként példaértékű az a munka és összefogás, ami Monostorpályban zajlik. Én, ha jól tudom, egyébként a harmadosztályban nem biztos, hogy tudnak majd hazai pályán játszani eleinte a stadion igen, valószínűleg hogy ott lesz, között. Igen. De már ott tartanánk, hogy ez legyen egyébként persze. A kérdés, hogy hol játszik majd a csapat a harmadosztályban. Ez nagyon nagy teljesítés, én is ott állok őszintén. És ha enged még előtt, azért voltak még vármegyei vonatkozású szép sport eredmények. Vegyük a tenisszel. Én azt hiszem, hogy egy világszenzációnak voltunk egyébként most így szem és fültanulni így a hétvégén. Igen, hát a hétvégén, és meg főleg ugye hétfőn délután a Hajdúszoboszlói Sportegyesületnek a teniszezője, Marozsán Fábián, a volt és leendő világelső spanyol teniszezőt Alcarazt verte még hozzá 2 játszmában, és gyakorlatilag felrobbantotta a teniszvilágot ezzel az eredménnyel, mert tehát tényleg úgy kell ezt elképzelnünk, mintha egy, nem tudom, valamelyik nemzetközi kupában a Loki a Real Madridot kiverte volna mondjuk a negyed döntőben, egy olyan szintű. Saját pályáján. Így van. És a különböző közösségi portálokon, én most nézegettem nemzetközi tenisz oldalakat, mindenhol gyakorlatilag címlapon van ez a sztori, hogy egy fiatal magyar srác a világklasszis spanyol játékos búcsúztatta, és amúgy nagyon szimpatikus volt a Alcaraz, mert a meccs utáni interjúban is, illetve
az Instagramon, és gratulált Fábiának, elismerte, hogy jobban játszott, hogy meglepte őt, hogy ilyen magas szinten teniszezett, úgyhogy tényleg nagyon elegánsan állt ehhez a vereséghez, és sok sikert kívánt Marozsán Fábiánnak. Mi is csak csatlakozni tudunk hozzá. Bizony, egyébként ugye ez már Fábinak sorrendben a harmadik top 100-as teniszezően is sikere volt, tehát nagyon megérdemelt. Ha még egyet nyer, még egy top 100-ast meg tud verni, akkor valószínűleg egyébként bekerül a legjobb 100-ba a világranglistán a következő alkalommal, ami óriási eredmény. Így van. És újra büszkék lehetünk, hiszen a Hajdúszoboszlónak, hogy említettem, a Hajdúszoboszlónak a versenyzője, és ugye Bonnár Anna. És az úgy, hogy már gyakorlatilag elmondjuk az ország két, tehát az ország legjobb teniszezői közül kettő itt igen, Vármegyei klubban szerepel. Bizony. A Hajdúbihar Vármegyét hírét öregbíti. És ha már Spanyolország, még mindig enged meg még, hogy feljövök a figyelmet valamire. Varga Tibi, ugye ő motorversenyző, ő Spanyolországban vett részt a Superbike Európa-bajnokságon szabadkártyásként, életében először, 16 éves motorosról van szó egyébként, és a saját a kategóriában, a stock kategóriájában a legelső versenyén második lett, úgyhogy gyakorlatilag a rajtnál 9. helyről indult, ami mivel két kategória van valójában, az 23. helyet jelentett, és a rajt után előtte egy baleset történt, és gyakorlatilag visszaesett a mezőny legvégére, és onnan verekedte fel magát egy élete első Európa-bajnoki versenyén, 18 alatt a második pozícióba, amelyiként ott Spanyolországban a motoros belkekben, ott kint a pályán legalább akkor a szenzációnak szállított egyébként. Jó, mondjuk majdnem akkának, mint Fábi győzelme. Úgyhogy neki is gratulálunk, és nagyon-nagyon biztató ez egyébként nézve, mert ugye Talmácsi Gábor után most azért jó nagy űr keletkezett, és én nagyon örülnek, hogyha ismét egy vármegyei sportoló lépne a nyomdokába. De még hosszú az út, de egy nagyon-nagyon tehetséges motorosról van szó. Abszolút. Igen, igen. Maradt még esetleg témánk? Hát, kibeszéltünk szerintem mindent. Én igen, már én nagyon várom érzem egyébként a hétvégét minden szempontból. Bizony. Sok izgalmas dolog előtt állunk, az biztos. Ugye Ferencváros elleni, már beszéltünk arról, hogy Ferencvárosra látogat a Loki, nagyon sok minden eldől, majd ezen a meccsen, meg már ugye pénteken lesz majd a Paks Puskás Akadémia mérkőzés is, de hát rengeteg sportesemény vár ránk ezen a héten is, amit majd egy hét múlva ilyenkor ismét leülünk és ki fogjuk majd beszélni. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, további szép hetet és sziasztok! Sziasztok!